Sziasztok, Ádám vagyok a Motosztárból. Facebookon és Instagramon kitettünk egy posztot, és arra kértünk titeket, hogy küldjetek nekünk ötleteket, hogy miről szeretnétek videót látni, illetve hogy mi miről készítsünk. Érkezett egy olyan kérés, hogy készítsünk légzsákos kabátról. Konkrét típusra nem érkezett igény, úgyhogy mi megpróbáljuk nektek bemutatni, hogy a légzsákos kabát mitől is légzsákos valójában. Ugye a légzsákos kabátok közül van textil, bőr, kétrészes ruha, egyrészes ruha és a hozzájuk való légzsákok. Elég komplex a maga a téma, megpróbáljuk ezt nektek röviden bemutatni és összefoglalni. Az első kabátunk az egy textil túra kabát, ami légzsák előkészítettő. A Jaguarra láthattátok már a korábbi videónkban is, illetve egyéb oldalak is készítettek már róla tesztet. Ugye itt a légzsák előkészítésről annyit kell tudni, egyrészt a Karján Dani mutatta is nektek most a LED panelt, ugye a belevaló street légzsáknak a visszajelzője lenne. Úgy van maga a kabát kialakítva, hogy ha alatta van a légzsák, és esetleg egy esemény során a légzsák durran, akkor a kabátnak megvan az a fajta textil mennyisége, ami alapján tud rajtatok tágulni, tehát a légzsák nem befele fog ütni. Textil kabátokról ennél többet így nem is nagyon kell elmondani. Gyertek be, próbáljátok meg, át tudjuk beszélni. Ami egy kicsivel nagyobb falat, az már ugye a bőrruha, illetve az azokhoz való légzsákok. A bőrkabátokkal fogjuk kezdeni elsősorban, illetve a kabátot és a kétrészes ruhát megmutatjuk nektek, mert ugye a kétrészesnek a tetejét külön is tudjátok kabátként használni, akár légzsákkal is. Ugye itt ami fontos a légzsák kialakításában, ugye tele van téve textilbetétekkel. Ez egyrészt azért is jó, mert a kabát a nyári időben megfelelő szellőzést fog tudni nektek biztosítani. Ez egy négy irányban nyúló textil, elég komoly szerepe van szintén a légzsák pukkanásakor. Ami azon kívül még szembe tűnik, az a karján levő kis harmonika panel. Ugye a légzsákjaink azok a felső testnél a vára, illetve a felkar részre is tudnak nyílni. Kell, hogy itt is legyen egy pici harmonika betét ahhoz, hogy a légzsák a durranásnál el tudja, illetve maga a kabát el tudja venni ugye a légzsáknak a nyílását. Ami szintén fontos még a kabátnál, illetve a kétrészes ruhánál, az eléggé komolyan szembetűnő kis harmonika panel, ami a felső résztől gyakorlatilag derékig leér. Itt szintén, ha a légzsák nyílik, ez a harmonika gyönyörűen kitágul itt, és ennek megfelelően el tudja vinni a légzsáknak a nyílását. Ugye itt kapásból át is ugrunk az egyrészes ruhákhoz. Itt is, ha látjátok, a légzsák előkészített ruhánál ott van a harmonika panel. Hátát meg is fordítom nektek, hogy jól lássátok. Ugye a hátán szintén egészen fentről derékig lejön. És direkt mellé tettük szemléltetésképpen a GP Plus ruhát, ami ugye még nem légzsák előkészített. Itt nagyon jól látszódik, hogy a felkarnál a harmonika panel innen hiányzik. Illetve az oldalán levő harmonika panel is nagyjából a lapocka aljáig, vagy a lapocka vonaláig ér csak le, szemben a Missernál, ami hát legalább egy ilyen 10-15 centivel hosszabb. Ugye amit szintén fontos még tudni a ruhákról, hogy nem mindegy, hogy milyen légzsákot választatok hozzá. Ugye három darab légzsákunk van jelenleg forgalomban, az egyik, a legújabb az a Teker 5-ös, ami univerzális légzsák mellény. Itt bármilyen, akár légzsákos, akár légzsák előkészített készítés nélküli kabáthoz fel tudjátok venni. Itt fontos az, hogy önállóan felveszitek, önállóan működik. Erre rá kell venni mindenképpen egy kabátot, vagy egy esetleges eseménynél, egy esésnél. Maga a légzsák ténylegesen tudjon titeket védeni, a csúszás ellen a ruha fog védeni. Ugye az egyrészes ruháknál megkaptuk kérdésnek eléggé sűrűn, hogy használható-e a Teker 5-ös. Hát ha ügyesek vagytok és van segítség és fel tudjátok venni az egyrészes ruhát a Teker 5-tel, akkor tudjátok használni, viszont fontos megjegyezni, hogy a Teker 5 az utcai használatra van kifejlesztve az ennek megfelelő firmware-rel. Úgyhogy az egyrészes ruhák alá a részlégzsákot szoktuk minden esetben javasolni. Ugye a részlégzsáknál részmód, illetve streetmód is van, tehát pálya és utcai használat. Ennél többet a légzsákokról nem fogunk nagyon beszélni, mert ugye erről is láthattatok már korábbiakban elég komoly videót. Az Onroad is többek között ugye bemutatta nektek mindegyik légzsákunkat. Úgyhogy összegezve a légzsákot, illetve a légzsákos ruhákat, a részlégzsákot az egyrészes ruhák alá, a kétrészes ruhák alá, illetve az önálló bőrkabátok alá szoktuk tudni javasolni, a Teker 5-ös légzsákot azt a kétrészes bőrruha alá,
illetve a bőrkabát alá, illetve a textilkabát alá, mert hogy univerzális légzsákról beszélünk. És ugye a harmadik légzsák az most nincsen itt kiállítva az üzletben, ott annyi a különbség csak, hogy a rész légzsáknak ugye a mellkas részénél van az aktiváló tépőzer, a légzsák előkészített textil kabátokban, ott pedig ugye a kabátnak a része, ez a kis mágneszer. Nagyjából ennyiben különbözik, illetve a street légzsák ugye csak street módban használható, az csak a túrakabátokba fog elférni.